Jó reggelt azoknak, akik most kapcsolódnak be a műsorba, mi most Szigetvári Viktor az Együtt 2014 társelnökével folytatjuk. Jó reggelt kívánok! Tegnap volt két fideszes sajtótájékoztató, igen erős állításokat fogalmaztak meg Bajnai Gordonnal, meg az Együtt 2014-jel kapcsolatban. Gondolom, hogy reagálna rá, úgyhogy vegyük ezeket gyorsan sorra, aztán beszélünk majd másról. Tehát egyik az, hogy a Fidesz szerint a Bajnai Gárda ismét megmutatta egyetlen célja, hogy erőszakos és törvénytelen akciókat hajtson végre. Mindezt ugye a köztársasági elnöki palota előtt is átadásból vonták le ezt a következtetést. Hát indítsunk onnan, hogy aki törvénytelen dolgokat csinál, az a jelenlegi házvezetés, a fideszes házvezetés, hiszen többek között azért tüntetnek Párbeszéd Magyarországért kollégáink az együttes kollégákkal együtt a Sándor palota előtt, mert a mi értelmezésünk szerint házszabályellenesen szavazták meg azt a törvényt, amelyben számos olyan kérdés van, ami vitatásra érdemes, és nyilván nem elfogadható számunkra. Innentől kezdve ez az őrült Bajnai gárdázás, ez csak azért jó, hogy azt az ellenségképet, amelyet amerikai tanácsadókra hallgatva itt Habony Árpád és Orbán Viktor próbál építeni, szerencsére ezzel sokat nem ártottak még Bajnai Gordonnak, azon túlmenően, hogy elvonják a teret arról, hogy a valós problémákról beszélhessen az ország, meg mi magunk a kampányunk során. Azon túlmenően erre nem nagyon lehet más mondani. Tehát én tudom, hogy Szabó Rebeka meg Karácsony Gergő brutális külsejű kigyúrt komandósnak tudnak kinézni, hogy nagyon összeszedik magukat, de hát azért az a mondat, hogy a köztársaság elnöki hivatalt rohanták meg és randalíroztak. Tehát hogy lehet olyan állításokat megfogalmazni, amik láthatóan nem valósak? Tehát egy olyan gyűlöletstruktúrát építenek az ellenoldalon, ahelyett, hogy kormányoznának, amelyet egyébként talán a legszínvonalasabban az utóbbi időben Tölgyesi Péter írt le egy hatrészes cikkben, hogy egész egyszerűen a valóságtól elrugaszkodva csak az a céljuk, hogy az ellenségképet fenntartva a saját maguk kiválóságát mutassák, holott egyébként érdemes volna beszélni azokról a földpályázatokról, amik lopáson alapulnak és lopást szolgálnak, arról a földtörvényről, amelyről lehet szakmai vitákat folytatni, és lehet, hogy én magam sem mindenben értenék egyet Szabó Rebekkával, de az az állítás, mert ő alapvetően megfogalmaz, hogy ez a földtörvény így nem szolgálja a magyar mezőgazdaságnak az érdekét, az egészen biztos, és biztos, hogy többekkel kellett volna beszélni, hiszen ott van mögötte az, hogy szerintem éppen azokat veri át a Fidesz, akiknek eddig azt hazudta, hogy a magyar föld érdekében politizál, ez meg végképp elfogadhatatlan. Azt tudom mondani, hogy a Fidesz ezt azért csinálja, mert egyébként nyilván szégyeli a saját teljesítményét, és megpróbálja elleplezni, nyilván Bajnai Gordon ütlegelésével és hazugságokkal való rágalmazásával. Mondta, hogy lopnak és hazudnak, ők mondják, hogy randalíroznak és megrohannak. Valaha az életbe visszakerül, vagy legalábbis belátható időn belül egy normális mederbe a politikai társalgás? Én azt gondolom, hogy ez nem egy az egy, mert hogy persze, hogy nem is kell ezt így összevetni, de hát ezek azért minden oldalról nagyon erős állítások, és még nem vagyunk a kampány közepén. Nagyon fontosnak tartom, hogy végre normális ország legyen, és ez azt gondolom, hogy két dolog kell. Egyrészt egy kormányváltás, ahogy arról egyébként mindannyian beszélünk, és ezért kezdtünk tárgyalásokat is az MSZP-vel, és remélem ezek eredményre fognak vezetni. Egy kormányváltás után viszont az ingát meg kell állítani középen, és nem kell mindenben revansot venni, mert a önkívületi Orbán ellenességet legkésőbb a kampány végével be kell fejezni, mert utána higgadtlan kormányozni kell. Én azt látom, hogy a választások sorsát 2014-ben nem azok fogják eldönteni, akik kizárólag Orbán Viktor vudozásának hatására fognak eljutni az urnákhoz, azok programot szeretnének, arra garanciákat, hogy máshogyan lesz kormányozva ez az ország, ahogyan 2014 előtt van kormányozva, és ahogyan 2010 előtt volt kormányozva. Ez a dolgunk a kampányban, hogy egy szövetségben az MSZP-vel erről meggyőzzük a választókat. Én azt gondolom, hogy utána lehet higgadtan beszélni. Kiegyezés nélkül szerintem ebben az országban nem lesz politikai béke, azt Orbán Viktorral nem lehet megteremteni, ugyanakkor van egy nagyon fontos felelősség annak a politikai oldalnak, annak a későbbi szövetségnek, amelynek egy részét én képviselem itt akár ebben a stúdióban, hogy nekünk meg kell teremtenünk minden szavunkkal annak lehetőségét, hogy majd tudjon előállni egy olyan jobb oldal, amely majd meg tud velünk egyezni. Ehhez viszont az kell, hogy teremtsük meg ennek a nyelvi lehetőségét, és még fontosabb a politikai lehetőségét. Közben, amikor mondjuk Zsigó Róbert kiáll és azt mondja, hogy a Bajnai vállalat birodalom, és innentől kezdve Bajnai Gordon, mint oligarha jelenik meg a képletben. De nem vele szeretnék kiegyezni, hogy tévedés nem. Állampárt segítségével jött létre, és ezt súlykolják a saját közönségüknek. Gyakorlatilag az egész országnak, de nyilván van egy közönség, amelyik erre jobban reagál, és van egy, amelyik kevésbé. Azzal a jobb oldalra borzasztó nehéz lesz pont Bajnai Gordonnak együttműködni, hogyha ezt elhiszik.
Ezzel mit lehet tenni? Nagyon fontos, hogy az együttműködés meg a politikai béke megteremtéséhez két fél kell. Én nem azt mondom, hogy azokat, akik lopnak, csalnak, hazudnak, azokat ne kelljen bíróság elé állítani, és azt gondolom, hogy a politikai retorika színvonalában is kell majd egy lehiggadás, mert hiszen egyre nagyobb apátiával figyelik ezt a ütésváltás sorozatot a választópolgárok. Én azt gondolom, hogy sem az MSZP, sem a Demokratikus Koalíció, sem az Együtt 2014 PM Szövetség nem úgy és nem akként fogalmaz politikai ellenfelei. Mi nem mondjuk azt, hogy bárkivel is Orbán Viktor összeesküdne a Bilderberg csoportba, és mindenféle exotikus, egyébként teljességgel légből kapott hazugságokat mondanánk. Nem is ezek. Hát ezért mondom, mi nem mondunk ilyet. Én azt látom, hogy Török Zsolttól, nem tudom én, Mesterházi Attilától át Bajnai Gordonig és Szabó Rebekkáig vagy Jávor Menenekig, tárgyszerű, nyilván sokszor indulatos szavakat tartalmazó politikai kritikát fogalmazunk meg. Ebben lehet, hogy követünk el hibákat, de az egészen biztos, hogy ebben az ellenségképekre épülő vuduzásban, ha van is felelősségünk nekünk, az ellenoldalnak, a kormányoldalnak több felelőssége van. Ezzel nem kell kibékülni és nem kell kiegyezni, hiszen természetesen nincs cégbirodalma Bajnai Gordonnak, sem Magyarországon, sem Ausztriában, édesapjának sem cégbirodalmai vannak, hanem van egy cége, amelyben dolgozott korábban, nem voltak az állammal átfogó ügyletei, egyébként, hogy az állammal kapcsolatos ügyeket kellene áttekinteni, akkor talán Martonyi miniszter urat kéne megkérdezni, aki a német kormányban privatizációs miniszter helyettes volt. Tehát egyáltalán nem megalapozottak ezek az állítások, ha kell, ezeken természetesen végig tudunk menni. Nem menjünk ezen végig. Bírósági per lesz ebből is? Mert ugye Bajnai Gordon hajdalomban azt mondta, hogy minden ilyen állításért elégtételt vesz a jog által. A Heti Válasz múlt heti cikkében voltak olyan pontatlanságok, ami miatt jogi eljárásra tereltük az utat, illetve hát a szóvivő ellen mindenképpen, mert ő egyértelműen hazudott a cégbirodalom kapcsán, hiszen Bajnai Gordon Magyarországon adózik, külföldön nem vesz fel sem osztalék, sem bérjövedelmet. A mostani cikkben van egy olyan ág, amikor egy, nem jut eszembe a cégnek a neve, egy angol nevű Magyarországon bejegyzett cég, talán EWT a neve a cégnek. Azt hozzák összefüggésbe Bajnai Gordon édesapjával. Annyit kell tudni, hogy volt egy olyan nevű cége Ausztriában, amelynek egyébként nem volt köze ehhez az azonos nevű magyar céghez. Azt más üzletemberek csinálták, semmi köze nincsen. Ha voltak benne tisztességtelen dolgok, akkor az nem Bajnai Gordonnak és Bajnai Gordon édesapjának a felelőssége. És egyáltalán milyen dolog már, hogy Bajnai Gordon édesapjáról beszélgetünk, amikor Bajnai Gordonnak kapcsolatban nem találtak semmit, hazug rágalmakkal vádolják. Hát beszélgetünk Bajnai Gordon édesapjáról. Hát jó, de a magyar választókat ez azt gondolom, hogy kevésbé érdekli. Reméljük. És hogyha meg bárki... Reméljük, és nem Bajnai Gordon vagy az ellenzék oldaláról, hanem eleve azt remélni az ember, hogy nem ezen mentén dől el egy választ. Magyarországon, hogy kiről mit sikerül kikapirgálni az édesapjával kapcsolatos üzleti vállalkozások megkérdőjelezhető vagy meg nem kérdőjelezhető üzleti magatartásával kapcsolatban, mert az azt hiszem, hogy elég méltatlan lenne. Nem szabad ezt lebecsülni azért, és ön sem ezt tette, nem ezt állítom. Erről mindig kell beszélni, én éppen ezért elmegyek a Hír TV-be is erről beszélni, a köztelevízióba is, bár hát néha hallgatom a közrádiót és a köztévét, és elképesztő, hogy mi történik ezekben a médiumokban jelenleg kormányzati propaganda kiszolgálása címén. Ennek ellenére nekünk el kell mondani ezeket a cáfolatokat, mert nyilvánvalóan ezek megülnek is a végén, majd az jön, hogy nem zörög a haraszt, nem fújja a szél. Na, egy másik téma, a szűkebb szakterülete választójog. Most megint előkerült, hogy jövő héten feltétlenül és azonnal leginkább budai választókerületek határait meg kell változtatnia a parlamentnek, gyakorlatilag az utolsó pillanatban vannak, sőt, talán azon túl a képviselők, hogy ezt megtehessék. Van, aki azt mondja, hogy ez választási csalás, itt volt tegnap Tóth úr, aki a hajdani választási bizottság elnök, ő konkrétan így fogalmazott, van, aki azt mondja, hogy egyszerűen elírtak néhány házat, egyik oldalról a másikra kerültek a térképen, rossz helyen vannak, helyre kell rakni, hogy fogalmaz. Két dolgot szeretnék ebben az ügyben mondani. A konkrét törvénymódosító javaslat, ami önmagában botrány, hogy ez kétharmados törvényben van írva, hiszen korábban ezt kevesen tudják, nem emlékszünk rá, hogy egy kormányrendelet szabályozta a választókerületek határát, csak hogy világos legyen, a Hon kormány, az Orbán kormány és bármelyik Gyurcsány vagy Bajnai kormány megtehette volna egy kormányrendeletben teljesen átszabja a választókerületek határát, pont a politikai korrektség, meg a tisztességes demokratikus verseny miatt ezt nem tettük meg. Ehhez képest jelenleg kétharmadban van öntve, nyilván azért, hogy a Fidesznek jó legyen. Ezek a módosítások, ezek tényleg technikai módosítások, azt tudom önnek mondani. Ez elő is fordul egyébként, mert nyilvánvalóan a választási törvénynek ezért nem is kell kétharmadban szabályozni, hogyha kinő egy új lakótelep, kinő egy új lakópark, azt nyilvánvalóan szabályozni kell. Annyit kell erről tudni, hogy miután lezárták a nagy szerkezetét a választási választókeretek határainak jó pár hónappal ezelőtt, vagy több mint egy évvel ezelőtt,
Azután egyébként már két körben a parlament módosított részben debreceni választókeleti határokat, meg több helyütt az országban. Emögött az húzódik meg, és ez innentől kezdve botrány, és minden innentől következő kritikával én egyetértek, hogy van erre Magyarországon egy kiváló szakapparátus a korábbi választási irodában, akik politikától függetlenül igazgatási tevékenységet végeznek, az ő munkájukat megalázva, az ő munkájukra köpve, szerintem nem ebben a szervezetben készítették elő azokat a választókeleti határokat. Városi pletyka szerint a Google Map-en jelölték ki ezeket a határokat, és például a Budapesten a 15. kerület és a 4. kerület határán, tényleg, ha az ember megnézte a Google Map-et, akkor az, ami ott volt, az racionális volt, de hogyha konkrétan kiment oda, akkor meg nem volt racionális, mert minden térképen vannak tévedések. A lényeg, hogy nyilván a hivatalos közigazgatási határok által kell, hivatalos utcajegyzék alapján kell a határokat kijelölni. Az botrány szerintem, hogy olyan színvonalú, rossz színvonalú törvény ment be annak idején az országgyűlés elé. Még egy megjegyzés, Szegeden csináltak egy olyan választókeretet, ahol a két választókeretet ketté vágták. Az új szegedi rész, meg egy másik része a választókeretnek nem ért össze, ami törvénnyel konkrétan ellentétes volt, így fogadta el kétharmadosan a parlament, hogy nem ért össze a választókeret két fele, ezt később azután egy kétharmados módosítóval kireszelték, ha szabad így fogalmaznom. Egy dolog biztos, ha színvonalas jogalkotás történik, akkor ez nincsen, és még egy fontos dolog, és ebben még Tóth Zoltánnal is egyetértek. Ha megteremtette volna a kormányoldal annak a politikai feltételeit, hogy bizalom legyen a felek között, és konszenzusos választási reformot hajtott volna végre, nem biztos, hogy minden kérdésben egyetértettek volna a felek, de azért a jó részében lehetett volna konszenzusra törekedni, akkor ma nem gondolná senki, hogy emögött tükrözés van. És egy szűk évvel a választás előtt bármi apró módosítás is elfogadhatatlan egy ilyen törvényen. Nyilván a tisztességes lebonyolításhoz ez a módosítás most hozzátartozik azért. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm.